kapcsoljuk Nával Janikot, hiszen Hollywood Oscar-lázban ég Nával Janikó sztárriporter a Hello Hollywood című műsorában minden héten pénteken este exkluzív hírekkel, interjúkkal és kulisszatitkokkal szolgál. Most csak a Fem3 Café nézőivel osztja meg az Oscar-gála előkészületeivel kapcsolatos legfrissebb aktualitásokat, és a ma esti műsorából is csak önök láthatnak először egy hosszabb ízelítőt, és ha minden igaz, itt van velünk telefonon Nával Janikó. Szia, Anikó! Jó reggelt! Köszönjük szépen, hogy fent maradtál. Hány óra van most nálatok? Hány óra is van most nálatok, Anikó? Nálunk most fél egy. Aha. Hát hajnal. Nálunk ugye délelőtt van, ott viszont hajnal. Fél, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. És hát tényleg mit tudunk mi magyarok elképzelni egyrészt Hollywoodról, másrészt az Oscarról, hogy hogyan készül Hollywood erre a nagyon nemes eseményre? Hollywood, vagy színészek Hollywood, vagy mi újságírók Hollywood, nem tudom, mire gondolsz. Igazából arra, hogy ugye valószínűleg az újságírók nagyon-nagyon speciálisan készülnek ugye egy-egy színészre, lehet tudni ugye már előre, hogy körülbelül kik azok, akik esetleg esélyesek vagy nyerhetnek. Ilyenkor van azért, amikor úgy készültök fel, hogy úgymond kisebb névvel is szeretnétek interjút készíteni? Nem feltétlenül csak az esélyesekkel? Hát egyrészt interjút készíteni nem lehet az Oscaron, ezt valószínűleg nem tudják, vagy sok kevesen tudják, hogy egyáltalán nem lehet. Csak olyan készíthet interjút velük, aki helyet kap a piros szőnyeg, a vörös szőnyeget. Uh-huh. És a vörös szőnyeg csak olyan juthat be, akinek a televíziója hajlandó leperkázni, most is emigyel $1 millió, azon felül, hogy megveszi a műsort. Te hogy készülsz erre, Anikó? Én úgy készülök rá, hogy imádkozom minden pillanatban, hogy ne essen az eső. Mert hogyha eszik fog az eső, akkor mindenki a nagyon szép ruhámmal, amiben végig kell majd sétálnom a kocsitól egészen az úgynevezett piros-vörös szőnyegig. És ez elég tragikus tud tenni esőben. Láthattuk a közösségi oldalon a ruhádat, ugye gyönyörű a ruhád, gyönyörű, mi is most megmutatjuk. Várai Tamás tervezte, és valami egészen mese szép, igen, de ezt egy szakadó esőben megvan nektek, hogy az hogy fog kinézni hát, az aljra. Mekkora távolság egyébként, Anikó? És akkor nem vonzott be. Hát most ugye én nagyon szerencsés vagyok, mert egyik barátom a Kodak Színház mögötti szállodában fog lakni, és ő minden évben megengedi, hogy én nála öltözzek át, és tőle sétáljak át. Úgyhogy ez nagyon-nagyon közel van, mondjuk olyan 2-3 perc. De ha szakad az eső, akkor az teljesen mindegy, hogy az 10 méter, 100 méter, vagy 5 méter, vagy 7 méter, azok a ruhának nagyon-nagyon rosszat tesz. Tehát ez az egyik dolog, amiért imádkozom. És mi a másik? A másik dolog pedig az, hogy hogy nyerjen a Lola Land. Hát de mondjuk ez mondjuk elég valószínű. Uh-huh. A Lola Land, ami egyébként lánykori revén kaliforniai állam. Anikó, 23:55-kor látható a TV2-n az új műsorod, a Hello Hollywood. Így van. Mesélj erről kicsit a nézőknek, mivel készültél az első adásra? Ez nem az első adás, hanem ez most már a negyedik. És hát az Oscarról lesz természetesen szó benne. Elsőként arról, hogy az Oscar vacsorát a Burgerlandi, nem tudom, tudjátok-e, Burgerlandi magyar-osztrák, lényegében kicsit magyar származású, de inkább osztrák származású kaliforniai főszakács készíti. Most már 21. éve. Uh-huh. És ez lesz az egyik anyag, és ezt bemutatjuk, hogy mi minden piromságokat fognak elni majd a sztárokat a gála után. Aztán lesz benne egy kis beszélgetés Casey Affleckkel, Ben Affleck öccsével, akinek a legnagyobb betétársa Denzel Washington az Oscar-díjért. Akivel már az imént láthattuk is, hogy beszélgettél egy korábbi műsorban, ugye? Ez a mostani műsorban, csak hogy az előző adásban beszélgettél vele. Ez a mai adásból láthattatok részletet. Uh-huh. Igen. Na nézzük Így van. Most, Anika, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Akkor ugye
ma este 23:55-kor a TV2-n láthatják a Hello Hollywood című műsorodat. És akkor most következzen, csak most, csak önöknek, csak előzetesen, csak itt nálunk az esti Hello Hollywoodból egy kis részlet. Hello Hollywood, Nábai Anikóval. Két nap múlva Oscar. Mint minden évben, az újságírókat most is meghívta a Filmakadémia egy kis kóstolóra, hogy tudjuk, mit kapnak enni a sztárok a díjkiosztást követő vacsorán. És ne hagyd ki a tesódat. Dolgoztam vele, csináltunk egy pár filmet közösen, együtt jártunk gimibe, nagyon összefonódott az életünk. Valami jó, hogy van a családban valaki, aki ugyanabban a szakmában mozog, amiben én. Beszéljünk a gyerekeidről. Jól nevelted fel őket, és mindannyian a szakmában vannak, ugye? Igen. És mit csinálnak? Az egyik producer. Ebben a filmben ő volt a társproducer. Ketten színészek, a legnagyobb fiam a rock showjában dolgozik, a Ballers-ben. A kisebbik lányom a színház körül sertepeltél. A másik fiam meg rendező lett, most végzett az amerikai filmintézetben. A fesztiválokon és a díjkiosztásokon nagyon fontosak a filmek és a díjak. De valljuk be, legalább olyan fontos, ami megelőzi. A vörös szőnyeges bevonulás. És itt jön a kérdés, ami mindenkit csikarnoz. Vajon mibe kerül, hogy egy sztár úgy nézzen ki, ahogy egy sztárnak dukál? Hogy olyan legyen a haja, a körme, a bőre, a sminkje, a ruhája, a cipője, a táskája és az ékszerei, amilyennek lennie kell. És mi van, ha nem sikerül? Mielőtt most vasárnap kilépünk az Oscar vörös szőnyegére, nézzük végig, ki nyúlt mellé egy rosszul sikerült ruhával, ki az, aki tökéletesen eltalálta az alakjára és az alkalomra valót, és mibe kerül a manikűr, pedikűr, kozmetikus, smink, fodrász, limuzin, ékszer, biztosítás, cipő és a ruha, és kiállja a cekker. És akkor most beszéljünk egy kicsit arról, amit körbe topogtunk. Itt ülsz, és babát vársz. Mint ahogy akkor is babát vártál, mikor Oscart nyertél a Fekete Hattyúért. És nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy az élet valószínűleg ismétli magát. Nagyon szívesen találkozom a kolléganőimmel, akiket tisztelek és csodálok. Mondhatjuk, hogy ez egy verseny, de nem lehet összehasonlítani a művészetet a művészettel. Szóval nem lehet összehasonlítani a La La Landet a Jackie-vel. Nem, mert mindenki más. És mindegyiküket szeretem. Isteni dolog olyan művészekkel összejönni, akiket tisztelek és csodálok. Nincs annál jobb, ha a filmem hatással van a nézőkre. Mert ha megérinti őket, az már fél győzelem. És ehhez szívből kívánok minden jót. Melyikőtök tudja megmondani, hogy hogy hívják a várost, ahol most vagyunk? Hogy hívják ezt a várost? Azt hittem, hogy azért ez nem semmi, hogy egy ilyen teszttel kezded, így veszed le a sztárokat a lábukról. Azt hittem, hogy ez nem egy külön város, vagy tévedek? Ügyesen próbálsz kihomorítani a kérdésből. Azt hittem, Comptonban vagyok. Los Angeles külsőn, ott van Ice Cube imitációja. Gondoltam, a többi is itt van. Ebből nem másztok ki. Ezt a helyet úgy hívják, és tessék hegyezni a fületeket. Almás fűzítő. Komolyan. Szóval hol vagyunk? Almás fűzítő. Almás fűzítő. Close. Elmondanád még egyszer? Almás fűzítő. Almás fűzítő.
Seems it never rains in summer.